Nyolc fordulóval a vége előtt vette át az MB3-as HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapatának irányítását a Kovács Zoltán Vitrédi Dávid edzőpáros. Munkájukkal elégedett volt a klub vezetése, de az már korábban eldőlt, hogy a következő szezonban más felel majd a szakmai munkáért. Az idei szereplés után azon gondolkodtunk, hogy ki lehet az az edző, aki új szintre tudja emelni a csapatunkat, és mondhatom, hogy nagy örömünkre megtaláltuk Acél Zoltánt, aki azért tapasztalt edző, tehát 140 első osztályú mérkőzésen is dirigálta éppen adott csapatát, ugye dolgozott azért ő több klubnál, illetve így a megbeszélések során viszonylag hamar közös nevezőre jutottunk, és azt láttuk, hogy a képességei, a tapasztalata és az egyéb erényei, emberi oldala lehetővé teszi azt, hogy ez a célunk sikerüljön vele, és tényleg azt gondolom, hogy ő egy NB1-es edző, tehát nagyon nagy dolog, hogy minket választott, mert tudjuk, hogy volt több megkeresése is, úgyhogy bízunk abba, hogy a közös munka az eredményes lesz. Az új vezetőedző az elmúlt években a Dabas Gyón MB3-as csapatánál edzősködött, ahol a szakma által is elismert munkát végzett, hiszen a 9. helyre hozta fel a gárdát, miközben sokan a kieséstől is féltették az együttest. Az a helyzet, hogy egy csoportban versenyeztünk ugye, a középcsoportban, úgyhogy többször jártam már én is itt, Kozár Michelin nálunk, ugye, és hát ismertem a keretet, azért nagyjából átlátom, hogy milyen képességű labdarúgók játszanak a Kozár Michelinben. Azt is tudom, hogy milyen elképzeléseim vannak velük, úgyhogy igazán ilyenkor ez egy nagyon nagy közhely lenne, ha most elkezdenék arról beszélni, hogy milyen csapatot szeretnék építeni, mert akkor az ember ilyenkor mondja a szépeket, a jókat. Egy biztos, hogy az előző csapatommal is futballoztam, tehát voltunk itt, és elég jó hírét vittük annak, hogy futballozik az ember, tehát nem egy defenzív csapatot szeretnék, egy támadóbb futballt szeretnék, itt az is volt egyébként, de hogy azt szeretnék megvalósítani, és szeretném, hogyha ki tudnánk szolgálni egyértelműen a mi igényeinket, ugye a játékosok igényeit, és a vezetőségét is, és a szurkolóikét, úgyhogy ez egy kicsit olyan közhelyes volt, de így van, tehát szeretnék egy futballozni szerető és jó, szerethető jó futballt játszó csapatot. A klubvezetés és az újdonsült vezetőedző már megkezdte a jövő évi keret kialakítását. Biztosan marad Kozics Barnabás, aki 34 bajnokin, illetve 2451 percen át viselte a klub mezét. A védelem bal oldalán ott lesz Turi Tamás, aki évek óta kiváló teljesítményt nyújt ezen a poszton. Horváth Gábor is tovább erősíti a csapatot, a több poszton is bevethető játékos 5. szezonját kezdheti Kozár Michelinben. Egy rávezető hetünk van, az első héten június 21, 23 és 25, három rávezető nappal kezdünk, és utána 28-ától már nagy üzem van, utána már 28-ai héten, hét végén, az már átcsúszik, azt hiszem júli 3-ban, akkor lesz az első felkészülési mérkőzés, és utána még 5 mérkőzésünk van, felkészülési mérkőzésünk. Hát lesz benne meló, igen. A második hét, a rávezető első és a második héten dupla edzések lesznek, 4x2, és hát a végén pedig a bajnoki ritmus a 4.-5. héten, úgyhogy körülbelül így épül fel a felkészülésünk. Elég rövid az idő, tehát itt tényleg elég hamar el is kell kezdeni, úgyhogy most az a legfontosabb, mert a játékosok pihenjenek, hiszen azért a 39 mérkőzés, ami az NB3-ba lement, azért az irgalmatlan sok ebben az osztályban, tehát ahol azért ez egy fél profi osztály, itt azért játékosok van, akik dolgoznak, úgyhogy pihenjenek, és aztán kezdjük elég hamar. Acél Zoltán stábjában Volcsányi Csaba, Vitrédi Dávid és Lok Krisztián kap szerepet.